Korábban már számos kínai elektromos autóról láthattatok tesztet itt az autosnavi.hu YouTube csatornán, és most egy újabb taggal bővül ez a sor, hiszen a mögöttem látható BYD Atto 3-ról lesz ma szó. Hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Gábor vagyok az autosnavitól. Tartsatok velem ez alkalommal is. Tehát a BYD Atto 3, ami mint látható egy viszonylag kisméretűnek mondható SUV, hiszen mindössze 4455 mm hosszú, 1610 mm magas és 1875 mm szélességgel bír az autó, és a 10,7 méteres fordulókörének köszönhetően városban, agglomerációban, gyakorlatilag minden területen megállja a helyét, nagyon-nagyon jól és egyszerűen használható. Majd beülünk az autóba, és akkor megnézzük, hogy tényleg mennyire lehet kilátni, mennyire lehet látni az autónak az elejét, hátulját. De látható, hogy formaterv tekintetében az európai szemnek nagyon-nagyon tetszetős a külső megjelenése az autónak. Nagyon sok pozitív, negatív ívet láthatunk itt az ajtó kidolgozásánál. Az övvonal az egy icipicikét emelkedik itt a hátulja felé, ezt majd mindjárt megnézzük a hátuljánál, mert ott azért ez kihatása van a hátsó szélvédőre is. Itt az oldalába raktak egy ilyen nagyon szupra kis ilyen matt chrome design elemet, ami tényleg nagyon csinossá teszi az autónak a külső megjelenését. És hát ugye különböző, ugye az összhangot képviselő mindenféle matt chrome elemek azok, amik itt ugye megtalálhatók az első lámpánál, az oldalsó BYD design feliratnál, hiszen európai formatervezőknek köszönhetjük ezt a külső megjelenést, tehát hogy itt is azért viszonylag eladható legyen ez az autó, és én azt gondolom, hogy bejött nekik ez a design, mert mondom, nem azt mondom, hogy első látásra szerelem, mert nyilván meg kell szokni, és ugye nem mindenkinek tetszenek ezek a magas emelt autók, tehát az SUV-k, viszont a kerekek, az egész kiállás a kocsinak rettentő jó. Szóval, hogyha most árban össze kellene vetnem mondjuk egy konkurens MG ZS-sel, vagy egy Hyundai Kona-val, én azt gondolom, hogy zokszó nélkül ezt választanám. Bármennyire is ugye egy kínai autóról beszélünk, és ugye nyilván jönnek a sztereotípiák sokak számára, hogy what, kínai szar, hát ez azért, na hát milyen törésteszt. Egyébként 5 csillagos töréstesztje van az autónak, tehát én azt gondolom, hogy ettől igazán félnünk nem kell, de minden esetre azért a belseje majd fog sok-sok meglepetést okozni az autónak, ami egyrészt ugye a minőséget, tehát a mai minőségét egy kínai elektromos autónak jelzi, meg azt a törekvést, hogy igenis fel akarnak zárkózni az európai gyártók soraiba, és hát bizony azt kell, hogy mondjam, hogy sok esetben túl is szárnyalják az európai gyártóknak a minőségét, illetve a megjelenését ezek az autók. Bár mondom, most ez az Atto 3, tehát nyilván mondhatnánk a
a BYD Silt is, vagy éppen a Dolphin, bár az annyira nem tetszetős, bár kisebb autó, tehát ugye nekem az a Zoe-hoz, vagy egy ID3-hoz sokkal közelebb áll. De most erről van szó. Tehát ez az autó, mondom, megjelenését tekintve egy nagyon-nagyon jó, és egy nagyon-nagyon szép külsejű kocsi. Nézzük meg a hátulját, ha már szóba került az előbb, hiszen ahogy azt az imént említettem, ez az övvonal némileg felfelé fut, és mire ide ér, addigra ugye ezt a hátsó szélvédőt egy kicsit összenyomja, tehát méretét tekintve ez egy kicsit szűkösebb kilátást eredményez, de hát ezt majd meg fogjuk nézni az autóból, valójában mennyire zavaró ez. És ha az összhatását nézzük, akkor az oldalához hasonlóan itt is ugyanazok a pozitív és negatív, nagyon szép ívek, amik jellemzik az autót. Ezzel a egyik oldalról másik oldalra átfutó LED hátsó lámpával gyakorlatilag rettentő jó dizájnt alkottak a tervezők. Egy kicsikét nekem egyébként hasonlatos a Mercedesnek az EQ szériájában vannak még ugye ezek a jellegű struktúrájú, kinézetű hátsó lámpák. Minden esetre ehhez az autóhoz ez a konstrukció rettenetesen jól megy szerintem. Van itt alul egy ilyen matkrom diffúzorunk, ugye az oldalán lévő matkrom betétekkel nagyon jó összhangban van. És hát ugye vannak az ablaknál felelhető rendes króm betétek ugye itt a lámpa felett is, és hát az ívek egyébként a lámpánál is ugyanúgy megvannak, tehát ilyen nagyon-nagyon szép lépcsőzetes leborulás van itt az autónak a hátulján. A Build Your Dreams felirat ugye itt hátul fent, illetve hogy tudjuk, hogy melyik modelljével is van dolgunk ennek az autónak. BYD Atto 3 felirat krómból kirakva a másik oldalon. És egyébként ezt a modellt kétféle változatban érhetjük el, van egy komfort és egy design változat. A komfort nyilván az alapabb felszereltség, de ez se annyira alap, mint amire gondolnánk manapság, mert abban is gyakorlatilag majdnem minden benne van, ami szemszájnak ingere, ezt majd belül meg fogom mutatni. Viszont ami abban az autóban nincs, és ebbe van, az a elektromos csomagtérnyitás, tehát a design és a komfort között ez már egy különbség. És hogyha kinyitjuk az ajtót, akkor elénk tárul a 440 literes hasznos nettó űrtartalmú csomagtér, ami első ránézésre nem feltétlenül tűnik olyan rettentő tágasnak, vagy annak a 440 liternek, viszont, hogyha megnézzük, ez egy dupla fenekű csomagtér, és itt van körülbelül 10 centi magasságunk, és hogyha kiveszem ezt a töltőkábelt, aminek mondjuk nem feltétlenül itt lenne a helye, de ide van berakva, és ide leeresztem ezt az alsó polcot, akkor mindjárt sokkal tágasabbnak hat a belső tér. Egyébként vannak ilyen oldalsó rekeszeink, ahol tudunk apró cseprő dolgokat tárolni, és hogyha ezt felnyitjuk innen az alsó pozícióból, amit nem tudunk egyébként nagyon, mert ugye a felső polcrész az, illetve hát a tartó szerkezete az erősen befolyásolja ennek a maximális felnyitását, akkor ugye itt ebbe a pótkerék tartóba gyakorlatilag számos kütyű elfér, illetve hát ugye a defektjavítókészlet, a elakadási jelző háromszög, a vonószem, illetve hát akár be tudjuk rakni a V2L csatlakozónkat, ami megint csak különbség. Azt hiszem a komfort fokozatnál, vagy a komfort felszereltségi szintnél nincs benne V2L, ebbe viszont van. Tehát, hogyha dizájnt veszünk, akkor ezt a Type 2-es csatlakozót bedugva az autónak a töltőnyílásába már is tudunk kivenni energiát ezen a konnektor ajzaton keresztül, ami egyébként kibekapcsolható külső fogyasztók számára. Tehát ez az autó már képes ilyen feature-ökre is. És hát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy egy egyszerű, letisztult LED világítás van benne, amit egyébként sajnálok, hogy a letisztultsága már túlzó, hiszen ilyen kis praktikus akasztók, egyebek azok nem igazán lelhetők fel benne. Viszont 60-40 arányban dönthető a hátsó ülés, hogyha mind a két háttámlát ledöntjük, akkor 1300 literre tudjuk növelni a csomagtartónknak az űrtartalmát, amivel már gyakorlatilag, hogyha itt ugye szintve van ez a padlólemez, akkor
akár egybe hosszabb tárgyakat is mindenféle nehézség nélkül be tudunk rakni az autóba. Tehát én azt gondolom, hogy ez így teljesen jó és jól használható. Nem világbajnok méret, tény és való, és ugye mondom, hiányoznak belőle mindenféle praktikus dolgok, de teljesen jó használható a mindennapokban. Elektromosan bezárjuk, egyébként itt a tolatókameránk, ami megint csak egy nagy unikum ezeknél az autóknál, hogy az összes felszereltségi szintnél 360 fokos kamerarendszer áll a rendelkezésünkre, tehát a tükrökbe oldalt, a parkolásnál, illetve elől kapunk tolatókamerát, illetve parkoló kamera rendszert az autóba, és ugye ez ebben a 14 millió forintos ársávban nem feltétlenül jellemző más modelleknél, tehát az MG-nél is, amiről ugye volt az MG4, MG5, MGZS, ott azért ezek nem jellemzők, és ártekintetben mondhatni egy MGZS, hogyha normál árát nézzük, akkor nagyjából pariba van ennek az árával, viszont szolgáltatásban már ez többet tud. Na nézzük meg az autónak az elejét, mert szerintem az is sokak számára izgalmas lehet. De még mielőtt nagy dírrel durral belevetnénk magunkat az autónak a műszaki motorikus paramétereibe itt a motorháztető alatt, azért nézzünk rá az elejére, hiszen én úgy gondolom, hogy ha valaki vesz magának egy új autót, akkor az sem mindegy, hogy néz ki előről az a kiválasztott jármű. És szerintem látható, hogy itt ugyanazok a lekerekítések, pozitív, negatív ívek, amik az autó hátulján, oldalán jellemzőek, itt is ugyanúgy megvannak. Ez a króm betét, ami egyik oldalról a másikra átfut, ugye a BYD felirattal, alatta a menetfényünk, ami itt teljesen átfut egyik oldalról a másik oldalra a lámpák fölött, amik egyébként nagyon jó fényerővel, illetve karakterisztikával rendelkező LED fényszórók. És hogyha lejjebb megyünk, akkor látunk ilyen csodás fekete betéteket, amik a hátulján is ugyanúgy megjelennek, tehát a szimmetria elől-hátul az abszolút megvan az autóba. És hát itt alul, ez alatt a csodálatos króm keret alatt, itt van a légbömlő nyílása a hűtő rendszernek. De nézzünk be a motorháztető alá, mert a technikai részletek azok ott fognak látszódni. Kétszer kell meghúznunk a kart, biztonságtechnikai okból. Viszont ha ezt megtettük, ugye itt már retesz nem lesz, ki tudjuk nyitni ezt a viszonylag nehéz motorháztetőt, és hát látható, hogy gázrugó az itt nincs, nem áll a rendelkezésünkre, és ennek pusztán az az egy profán oka van, hogy nincs benne frank, ami gyakorlatilag szerintem rettenetesen hiányzik belőle, mert hogy hely lenne bőven, hiszen ebbe az autóba a BYD-nak az új 8-1-ben hajtásrendszere kapott már helyet, amiben ugye a motortól kezdve a DC-DC konverter, az inverter, tehát gyakorlatilag az összes elektronika, minden kutyafüle egy egységbe van beépítve, ezáltal ugye sokkal helytakarékosabb lett az első hajtás, hiszen ez az autó ugye egy első kerék meghajtású változat, ebből ugye nincs is más opció, és hát ugye ennek következtében itt van, hát ez szerintem minimum 50 liternyi hely. Tehát most nyilván ezeket a klímacsöveket egy kicsi hajtásai 90 fokkal arrébb vitték volna, vagy tényleg elvezették volna más irányba, akkor simán lehetne ide berakni egy csodás frankot, egy gázrugóval. És ez egyébként azért is lenne hasznos, mert a töltőnyílás az autó jobb belső sárvédőjébe kapott helyet. Tehát innen mennyivel egyszerűbb lenne a Type 2-es töltőcsatlakozónkat kivenni, és bedugni ide az autó oldalába, ahol ugye a AC, illetve a DC töltő csatlakozó egy ilyen gumi kupak alatt megtalálható. Tehát értitek, hogyha most bepakolsz a csomagtartóba valamit a alsó polcra vagy alulra, majd hozod a cekkereket, a bubis vizet, meg az összes többit rárakod felülre, azt mire megemeled, meg kicibálod a kábelt, tehát rettentő macerás. És tudom, hogy a kínaiak csinálnak hozzá frankot, sőt biztos vagyok benne, európai gyártók is már ráálltak erre a témára, de viszonylag egyszerűen plug and play, a patentokat kivesz, betesz, berak, és már működik is. Viszont ugye ahhoz elengedhetetlen, hogy egy gázrugó is beépítésre kerüljön, hiszen valaminek tartania kell ezt a viszonylag nagyméretű lemezfedelet, ami ugye itt ezt az egész dolgot elzárja. Szóval lenne még opció benne, és ezt most nyilván mondhatnám azt, hogy némi átalakítással ugye ide be lehetett volna gyárilag is rakni. Nem hiszem, hogy ez ilyen iszonyatos nagy költséget jelentett volna, de bízunk benne, hogy egy
facelift során erre majd sort kerítenek a kínai mérnökök, és ugye meghallgatják az esetleges európai igényeket is, arra, hogy mi az, ami esetleg még elférne az autóban. Most nyilván, hogyha 100.000 forintot többe kerül, akkor zákson, tehát ez nem egy olyan tetemes összeg, de ez mindenképpen egy nagyon-nagyon fontos dolog lenne. Szóval, ha viszont rátérünk a töltésre, ha már itt vagyunk a csatlakozónál, ugye van egy Type 2-es, illetve egy CCS töltő csatlakozó ajzatunk az autónak a jobb elején, és míg váltóáramról AC 11 kW-tal tudjuk ezt három fázisról tölteni, néhány óra alatt fel lehet egyébként ezt a 64 nettó pedig 60,48 kWh kapacitású LiFePO, azaz litium-vasfoszfát akkumulátor pakot. Addig DC-ről ugyanezt 88 kW-tal tudjuk megtenni, tehát nem egy ultrabrutál sebesség, viszont maximálisan elegendő, ilyen fél óra, 40 perc alatt simán fel lehet egyenáramról tölteni az autót, 10-80%-ra természetesen, és hát ebből kifolyólag azt kell, hogy mondjam, hogy nem a leghigh-endebb dolog, de abszolút használható a mindennapokban, tehát tudom én, fél óra alatt, amíg elmegyünk ebédelni mondjuk, addig feltöltöttük bárhol az autót, nyilván, hogyha a megfelelő infrastruktúra rendelkezésünkre áll. Szóval innen tudjuk egyen, illetve váltóáramról feltölteni az egyébként szintén a BYD által kifejlesztett úgynevezett Blade rendszerű lítium-vasfoszfát akkumulátor pakot, ami el lehet mondani talán, hogy a világ legbiztonságosabb, vagy majdnem a legbiztonságosabb akkumulátor csomagja. Ezeket ugye a biztonsági szempontból mindig ilyen tűtesztel szokták megnézni, hogy átszúrják, csinálnak egy cellazárlatot az akkumulátor pakba, és megnézik, hogy milyen hőhatás képződik. Na most még egy lítium-ion akkumulátor paknál hirtelen a zárlat hatására keletkezik egy ilyen 300 fokos hőképződés a zárlat hatására, addig egy ilyen akkumulátorrendszer az durván 30 és 60 fok közé hevül csak fel a cellazárlat hatására. De következésképp nem fogja elérni azt az égési tartományt, amivel elkezd, mint az állat, mint egy ilyen tűzijáték, elkezdeni a fénycsó vagy lángcsóvával égni az autó alján. Szóval el lehet mondani, hogy ha mechanikai behatás, sérülés, bármi éri, és ugye általában ugye benne van az emberekben a sztereotípia, hogy hú, hát ez az elektromos autózásban ki fog gyulladni. Én is kaptam olyan kommenteket nem régiben, hogy nem ülnék az autóba töltés közben, mint ahogy te csináltad, mert hát mi van, hogyha jön a lángcsóva és a seggemet szétégeti? Ez nem így működik. Tehát, hogyha ha az autót, illetve az akkumulátort konkrétan éri egy fizikai behatás, átmegyünk egy vascsövön, vagy a fenet, ugye fel, egy szikla felhántja az autónak az alját, amivel tényleg mechanikailag megsérül az akkumulátor, akkor tudnak ilyen jellegű anomáliák történni. Egyébként pedig nem jellemző. Tehát magától egy akkumulátor nem fog kigyulladni. Most már minden gyártó olyan technikai színvonalon van, a BYD-val szinte mondhatni azt, hogy az élen, hogy ezek a balesetek vagy anomáliák úgymond mondhatni, hogy jószerivel elkerülhetők. És hogyha beszéltünk már ugye korábban erről a 801-ben hajtásrendszerről, ez gyakorlatilag egy 150 kW-os 204 lóerő leadására képes elektromotort tartalmaz, a szükséges elektronikákkal, kiegészítőkkel, 310 Nm nyomaték bőségesen elég az egyébként 1750 kg-os önsúlyú autónak a mozgatásához, kellően dinamikus, kellően erős. Szóval azt lehet mondani, hogy nagyon-nagyon jól lehet vele közlekedni, de ezt majd, ha elmegyünk egy tesztútra, akkor meg fogom mutatni, meg fogjátok látni. Na, de nézzünk be a belsejébe, mert ugye a külsején, illetve a technikai specifikációi, ami érdekességek voltak ebben az autónban, a belsejében lévő dolgok is szerintem rettentően érdekesek és nagyon innovatívak. Ami elsőre fura volt az autóba való bejutáshoz, hogy csak a vezető oldali ajtónál van nyomógombunk, hogyha ki szeretnénk nyitni az egyébként közelítéses kulcsunkkal, hogy nem akarjuk ezt elővenni, az autót. Ugyan a távirányítóról is meg tudjuk ezt tenni, hiszen vannak dedikált gombjaink, ugye bezárás, kinyitás, illetve ha kétszer megnyomjuk, miután ebbe az autóba ugye van elektromos csomagtér nyitó, ezáltal ugye ki tudjuk nyitni távirányítóról is a csomagtartónkat, hogyha esetleg érnénk a nagy szekkerekkel a kocsi mögé, illetve van még egy érdekes gomb, ez pedig a előhűtés fűtésnek a bekapcsolására szolgál, amit meg is tapasztaltam a minap, mert állt az autó egy jó pár órát a tűző napon,
és ugyan üléshűtés van az autóban, de üléshűtés nincs. Következésképp az autóban standardként kapható bőrülések, amik egyébként perforált bőrülések, nagyon szép kék, vajfehér, vagy ilyen szürkésfehér, piros varrással, piros betétekkel. Tehát egy nagyon igényesen kidolgozott, nagyon szép megjelenésű ülés, viszont hűtés nincs benne. Következésképp, hogyha nem kapcsolom be a távirányítóval az előhűtést, aminek egyébként majd meg fogom mutatni a fedélzeti rendszeren, lehet az időtartamát állítani, akkor beleolvad a hátsó fertájunk ebbe a bőrülésbe, tehát ezt tapasztalatból tudom mondani. És ha beülünk, akkor látható az a számos egyedi dizájnelem, ami ugyan a külsejére nem feltétlenül volt jellemző, de a belsejében egy igazán unikális látványt tud nekünk biztosítani, hiszen a magas sugárzóknak az ilyen matkróm hatású betétjén a kilincs található, amit nem szokványosan kinyitni kell, hanem elhúzni kell, hátrahúzni. Tehát ez egy teljesen érdekes és új látásmód a kínaiak részéről, hogy milyen érdekességeket raktak be, meg ez a, mit tudom én, ilyen villáskulcs, vagy nem tudom, erőkarszerű behúzó, ami szintén ilyen matkróm hatású, van benne krómbetét, meg ilyen fekete lak, fekete dolgok. Egyébként az autón belül olyan rettentő sok lakfekete szerencsére nincs. Tehát ilyen szempontból azt lehet mondani, hogy azért figyelik a kínaiak az igényeket a világ minden tájáról, és gondolom meghallgattatott az, hogy azért ne vigyük túlzásba ezt a lakfekete csicsázást. Szóval ezek a dizájnbeli megjelenések, ezek teszik az autót alapvetően unikálissá, és az, hogy tényleg ezzel a hátrahúzós kilincsel, én megmondom, hogy más autóban, nyilván lehet, hogy régebbi autókban volt hasonló megoldás, ilyenbe nem, vagy legalábbis modernebbekben nem, és ebben a design felszereltségi szintben a komforthoz képest, amit még többletet kapunk, ugye egy nagy 15,8-szoros érintőképernyő, a komfortban csak 12,3-szoros van, kicsivel kisebb ennél, nem jelentősen, illetve RGB hangulatvilágítást is kapunk, amit gyakorlatilag be tudunk állítani, hogyha zenét hallgatunk akkor, hogy villogjon meg egyebek, tehát ez már csak a csili-vili egérmozi, tehát olyan nagy jelentősége nincsen. Minden esetre vezeték nélküli töltőnk van, amit láthatóan egy pillanat alatt detektál a rendszer, és már ki is írja szépen magyarul, hogy mi a helyzet. Beépített offline navigáció, telefon, a rádiót tudjuk kiválasztani, a klíma felület az viszonylag egyszerűen elérhető. Ami egy picit zavar ebben, hogyha most belépünk a navigációba, és szeretnénk a klímát állítani, akkor ahogy az MG-be is kicsikét ilyen érdekesen volt megcsinálva, hogy az érintőképernyő sarkába kell megnyomnunk vagy a hőfokot, vagy ugye a ventilációs fokozatot, és akkor tudunk állítani, tehát feljön egy felugró ablak, ha pedig részletesebben szeretnénk állítani a klíma felületen, akkor meg kell nyomnunk a ventilációt, és akkor mutatja, hogy milyen a fújás irány, hány Celsius fokra van beállítva a kétzónás klímánk, ugye itt tudjuk az ülésfűtést, levegőtisztítás, HEPA filter van az autóba, tehát ezeket a PM2.5-ös részecskéket nagyon-nagyon szépen ki tudja szűrni, és tudja ezt a levegő belső levegőtisztítást is természetesen kezelni. Mint ahogy az előbb mondtam, ugye ebbe az autóba, illetve az összes Atto 3-ba csak ülésfűtés az, ami elérhető. Üléshűtés nem, bármennyire is perforáltak ezek az ülések, és ergonómiailag egyébként valami brutálisan jó kagyló üléseket raktak ebbe az autóba, tehát elektromosan állítható az anyós, illetve a vezető oldali ülés egyaránt, tehát ilyen szempontból minden kényelmi funkcióval kvázi el van látva, mindkét oldal, viszont ugye deréktámaszunk nincs, de az ülés meg úgy van kialakítva, hogy egyáltalán nagyon sokat utaztam most az elmúlt héten ezzel az autóval, és egyáltalán nem kívánja a testem azt, hogy most még ott plusz alátámasztást legyen, vagy kinyomjak egy ilyen kis levegő buborékot a derekamnál az ülésen belül. Szóval rettentő jó utazni a kocsival.
Az autó belsejében, mint mondtam, válogatott anyagokkal találkozhatunk. Az üléskék, fehéres, szürke árnyalata az visszaköszön itt is a piros varrással a kormányon, ami nagyon jó pofa kialakítású, az alján ugye el van egy kicsikét egyenesítve, nagyon szépek ezek a matt krom küllők, egy nagyon pici lakfekete van itt is, meg itt felül is. A BYD felirat egy kicsit ilyen tükrözős felület, és hát megmondom őszintén, hogy fésülködni lehetne benne, ha lenne hajam, de ugye nincs. Itt van fésülködő tükrünk, az anyós oldalon is van fésülködő tükrünk, tehát minden földi jóval el vagyunk kvázi halmozva ebben az autóban. Érintős LED lámpáink vannak minden irányba. Minden felszereltségi szintnél tetőablak, ami alaptartozik, tehát a komfort és a design verziónál is, amit egyébként, hogyha felülről lehúzzuk ugye a különböző beállítási felületeket, akkor viszonylag egyszerűen hozzáférünk ehhez a funkcióhoz, ahol ugye a napfényrólót be tudjuk külön húzni, meg el tudjuk húzni, most ugye teljesen ki van húzva, illetve a tetőablakot ki tudjuk nyitni, be tudjuk csukni, el tudjuk csúsztatni, különböző fokozatokat be tudjuk rajta állítani, tehát kvázi minden érdekes dolgot tudunk rajta állítani. Az autóba vezeték nélküli Android autót kapunk, a CarPlay-ünk viszont sajnos nem vezeték nélküli per pillanat, de ott a frissítésekkel le lehet frissíteni az autót, folyamatosan keresi, ugye beépített mobilnet segítségével. Erre képes az autó, hogy bárhol vagyunk, ha megfelelő időtartamot kivárjuk, most azért nem foglalkoztam vele, mert azt mondja, hogy 60 nem tudom hány perc lenne a frissítés, és itt ugye különböző nyelveken elérhetjük az éppen aktuális verziószámot. Gyakorlatilag ezekkel vagy foglalkozunk, vagy nem, de emiatt kvázi nem kell elmennünk szervizbe, hogy lefrissítse magát az autó, vagy lefrissítsék az autónak a fedélzeti rendszerét. Egyébként itt fent a értesítéseknél, illetve hát a státusznál ott van az ott a frissítés, a telefoncsatlakoztatás, a GPS pozíció, meg minden érdekesség. A visszafordító nyíla nyilván vissza tudunk lépni, ugye a különböző menüben egy androidos felületünk van, amiben gyakorlatilag mindent is tudunk állítani, jármű képét, 360 fokos kamerarendszer, mint mondtam, tehát itt, hogyha, itt vannak, bocsánat, alattunk a piktogramok, 3D, és akkor az autónkat természetesen meg tudjuk nézni a virtuális nézetben, vagy éppen a különböző kameraállások tekintetében. Tudunk egy ilyen szellemüzemmódot alkalmazni, szóval mindent tud az autó. Tudjuk a widgeteket, tehát magát a felületeket változtatni, vagy gyors átlépéssel a navigációra, vagy bármi másra átlépni. Egyébként a navigációs platformot a Hír szolgáltatja, és lekapcsoltam a világítást, bocsánat, csak ugye ilyenkor visszaveszi éjszakai üzemmódra, és viszonylag kevéssé látszik, tehát nagyon jó a fény csatolása a rendszernek a világítás kapcsolása, úgyhogy nem fog minket éjszaka szétvakítani ez a nagyméretű kijelző, ami esetleg sokak számára talán fontos lehet, hogy oké, hogy itt van, de hát infrázni lehet a fényereje mellett. Ha fölkapcsoljuk a világítást, akkor nagyon szépen szabályozza a fényerejét a monitornak. Amit egyébként onnan nézve nem látni, de hátulról nézve viszont tökéletesen lehet látni, tehát a betekintési szög ezeknek az LCD monitoroknak azért korlátozott, de a vezető pozíciójából tökéletesen jól látható minden információ rajta, és ez már csak tényleg parasztvakítás, de ha akár a monitorról, akár innen a gombról elfordítjuk a kijelzőt állóra, akkor egy Tesla Model S dizájnt tudunk, vagy éppen a Fordnak a Mach-E verziójában láthatunk ilyen álló navigációs felületet, illetve hát, kijelző megjelenítést, amit, hogyha visszalépünk ugye a főmenübe, akkor ugye ugyanúgy tudjuk állítani a különböző funkciókat.
szeretem a fekvő változatát ennek. Nagyon responszív, nagyon jól reagál mindenre, tehát bármit csinálunk vele, a BYD Assistant is nagyon jó, tehát a hangvezérlés hibátlanul működik az autóban. Gyakorlatilag csak Hi BYD-t kell mondanunk neki. Hi BYD! Open door window! És lehúzza. Hi BYD! Close door window! Szóval, hogyha nem akarunk elveszni a menürendszernek a eleinte talán még bonyolultságában, akkor akár hangvezérléssel is tudjuk vezérelni az autónkat. Feltéve, ha tudunk idegen nyelveket természetesen, én eléggé töröm az angolt, de láthatóan azért megértett, és megcsinált azt a funkciót, amit szerettem volna. Szóval, ez teljesen jól működik, a kormányon fizikai gombjaink vannak, ugye egyszer az audio rendszernek, illetve a funkcióváltásoknak van gombja, forrásváltás, telefonfogadás, állomáskeresés, hangerőszabályzás, míg a másik oldalon a vezetés támogató rendszereknek, illetve ugye a monitorforgatásnak és a 360 fokos kamera rendszernek a gombja az, ami elérhető, ami azért is fontos, mert azt vettem észre, hogy bármennyire is ugye közelítek az autóval menet közben bizonyos akadályokhoz, például állok be a garázsba, az első tolató radarnak az érzékelésére nem vált át feltétlenül a kameraképre a monitor, amire ugye más autók szempontjából azért úgy tekinthetünk, hogy működnek. Tehát amikor mondjuk közelítek egy akadályhoz, akkor látom, hogy mi van a kamerarendszer miatt az autó előtt vagy mellett. Ez nem csinálja, viszont, illetve nem mindig csinálja, tehát nem tudom mi a befolyás, lehet, hogy a szoftverfrissítés mondjuk ezen úgymond segítene. Viszont, hogyha bekapcsolom ugye manuálisan innen a kormányról, amit tényleg egy pillanat műve a hüvelykújunkkal hip-hop be tudjuk kapcsolni, akkor hibátlanul látjuk, hogy mi van az autó előtt, és ugye a tolatóradarnak a hangja, ami viszont unikális megint, hogy amikor megszólal, akkor ahol akadályt érzékel, ha elől, akkor ugye előről szól, hogyha jobb oldalt, akkor jobb oldalt szól, hogyha bal oldalt van akadály, akkor bal oldali hangszórónk szól csak a csipogás tekintetében, hátul dettó ugyanez, hogy tudjuk azt, hogy hol is van esetleg, vagy honnan is számíthatunk, legalábbis akusztikusan tudjuk, hogy honnan számíthatunk esetlegesen valami akadályra, amit mondjuk el kell kerülnünk. Szóval gondoltak apró részletekre, és hát nyilván ez se hibátlan, de azt kell, hogy mondjam, hogy árérték arányban viszont mindenképpen hozza azt, amit mondjuk egy ilyen autótól nem feltétlenül várnánk el. Ami megint nagyon tetszik, ugye, hogy a váltókarunk az itt van, egy ilyen repülőgép, ilyen gázkar vagy magassági kormány jellegű kialakítással, és ahhoz, hogy ugye sebességbe tudjuk rakni, nem elegendő egyszerűen hátra vagy előre tolni, attól függően, hogy előre vagy hátra akarunk menni, hanem az oldalán van egy unlock gomb, ezt meg kell még nyomnunk, meg hát természetesen a féket, és akkor itt tudjuk D-be tenni az autót, amit ugye akusztikusan egy hanggal még vissza is igazol, meg látjuk is természetesen, hogy milyen funkcióba megyünk, hogyha rükverc, akkor mutatja a kameraképét, dinamikus segédvonalak természetesen, tehát látjuk, hogy hova megyünk, mind az autó felülnézeti képében, mind pedig a hátulnézeti képében, és ugye itt a kamera módon gyakorlatilag látjuk azt, hogy mi van az autó mellett is, tehát azért mondom, hogy mindenre felkészült a rendszer, és ha P-be rakjuk, akkor pedig értelemszerűen megnyomjuk a P gombot, vagy behúzzuk egyszerűen az elektromos kézifékünket. És ha a kormányon vannak fizikai gombok, ugye ablaktörlő, világítás kapcsolunk szintén fizikai gombokkal érhető el. Autó jellege van kívül, belül az egésznek. Egy pici futurisztikus behatással, gondolok itt erre a Tesla jellegű rohadt nagy kijelzőre, ami szerintem így összhatását tekintve megint csak egy rettentő jó megoldás, és ha megnézzük, akkor láthatunk itt egy viszonylag kisméretű, hát ez ilyen 6x környéki kijelző, amin viszont
zanzában minden információ, ami az autónak a menet teljesítményét tekintve látható vagy érdekes, az megtalálható. A akkumulátorunk töltöttségi szintje százalékban, mennyi a teljes megtett kilométer, mennyi a megtehető hatótávunk, a sebességünk, akkor a legutóbbi 50 kilométer alapján mennyi az átlag fogyasztásunk. Sajnos csak a legutóbbi 50 kilométereket mondja az autó, úgyhogy ezért se egy utolsó szempont, hogy azok az átlag fogyasztások, amik mondjuk kijönnek, majd a 130 km/h challenge-nél, ugye ezt át kell majd számolni, szerintem vissza fogom majd tölteni az autóból a hiányzó energiát, és akkor megtudjuk majd a tényleg pontos fogyasztását az autónak. Minden esetre az aktuális teljesítmény felvételét kilovattba itt látjuk. Itt van a visszatöltési szint, most ez high-ra van állítva, de hogyha átkapcsolom innen középről egy fizikai gombbal, akkor standard és high, ez a két visszatöltési szint, amit ki tudunk választani, illetve vezetési mód tekintetében van sport, eco és normál módunk. Na most én normál módba használtam az autót, és hát ugye a legutóbbi 50 kilométer alapján most ugye itt, hogy áll már több órája az autó, és megy a világítás, meg a klíma, meg egyebek, ideérve egyébként 13,4 kWh volt az átlagfogyasztás, most 15 kWh per 100 km. Szóval ezen még lehetne, hogy tényleges átlagfogyasztást mondjon a rendszer, mert ha mondjuk belépünk ide a fő képernyőbe és bemegyünk a fogyasztás adatokba, akkor látjuk, hogy 9210 km alapján 18,3 kWh az átlagfogyasztásunk, de viszont az a teljes út alatt. És ugye nem tudom lenullázni csak a vezetési időt, meg az átlagsebességet, amit már én tettem bele a legutóbbi ilyen teszt alatt, hogy most itt az a olyan grafikonokat, meg mindenféle idétlenséget csinál, ami biztos, hogy jó valamire, de a lényegi dolgokat, ami számomra fontos lenne, ezt nem mutatja. És ez egy kicsit fura benne. Nekem úgy, hogy más autóknál a teljes nullázástól számított átlagfogyasztást látom, és nem kizárt, hogy ezt szoftveresen például ki lehetne a jövőben javítani, vagy át lehetne update-elni, de erre majd nyilván a gyártó megadja a választ. Szóval itt a vezetéstámogató rendszerek kezelési lehetősége, ugye fizikai gombokról, az adaptív tempomat, a sávtartó automatikán át, de tulajdonképpen mindent megkapunk, aktív észfékasszisztens természetesen van autóra, gyalogosra, kerékpárosra, tehát gyakorlatilag mindenre megáll az autó, ilyen szempontból ezzel nincs gond. Ami még jó, hogy itt ugye ilyen húzott, ilyen titán hatású betételemek vannak, és nem lakfekete, egyedül a váltókar mellett van egy kis ilyen Y-ba lakfekete, egyébként a start-stop gombunk itt van középen a váltókar mögött, kicsit olyan gyémánt dizájnú gombocska, nagyon jól mutat, és fizikai hangerő gombunk van, tehát ha megnyomjuk, meg elkezdjük tekergetni, akkor tényleg abszolút mindjárt rögtön tesz mindent a kijelzőn, amit szeretnénk. Szóval a különböző vezetés támogató funkcióknak a key bekapcsolása, a krémának a key bekapcsolása fizikai gombokkal innen középről megtehető, és ugye innen tudjuk a visszatöltésnek a szintjét, illetve a vezetési módokat is kiválasztani fizikai, nagyon gusztusos, nagyon szépen kidolgozott gombokkal. Van két italtartónk itt középen, van egy nagyméretű tárolórekeszünk, itt nincs benne polc, hanem itt tényleg egy rettentő mély, rettentő nagy tárolórekeszünk van. Itt is ez a kék anyag, ami ilyen műbőrhatású anyag, ami a könyökünk alatt van. Egyébként ahol az autóhoz érünk, vagy hozzáérünk, ott mindenhol finom, kellemes tapintású anyagok azok, amik vannak körülöttünk. Szóval elmondhatjuk, hogy az autó belső kivitele mindenképpen túlmutat azon az árkategórián, amennyibe ugye ez az autó kerül, és hogyha együtt tudunk élni azzal az áldozattal, hogy az ár az a konfigurálhatóságnak a rovására ment, hiszen mondom, itt
ezzel az egy belső térre rendelhetjük mind a két verzióját az Atto 3-nak, legyen az komfort, vagy ez a design felszereltségi szint, akkor szerintem mindenképpen elégedettek lehetünk. Minden esetre összességét tekintve tök jól működik, és hozza azt az autó, amit elsőre én azt gondoltam, hogy elvárok tőle, mert amikor először beültem, azt mondtam, hogy azt a mindenit, tényleg ez a minőség, ez az igényesség, ezek a kivitel, ezek az anyagok már a szalomba nagyon-nagyon megfogtak, és hogyha összepárosítottam ugye az árával az autónak, akkor pedig azt mondtam, hogy ez igen, ez egy ütős valami lesz. És tényleg hozza azt, tök jól látható, sötétbe, világosba a műszerfali kijelzőnk, mert ugye ebbe az autóba az is van, nem csak ez a nagy böszme monitor, mint a Teslákba, és ezek a kis apró cseprő megoldások, amik tényleg egyedivé teszik ezt az autót, és nem spórolták ki a normál méretű kesztyűtartót, bár lehetne nyilván egy kicsikét nagyobb is, de van benne, sőt, itt alul van, itt a középkonzol alatt még egy jó kis tárolórekeszünk, van a multimédiához USB-C, USB-A, illetve kínai révén SD kártya olvasónk is, tehát egy micro SD kártyán tartalmakat tudunk lejátszani, aminél egyébként a forrásváltásnál, hogyha bemegyek a módváltásba, akkor mindjárt Bluetooth, SD, USB, tehát gyakorlatilag mi mindent is tudunk kezelni. Szóval tök jó. Spotify van benne, ugye a beépített mobilnetnek köszönhetően, amin mindent el tudunk érni az érintőképernyőn keresztül. Tehát a szórakozás úgymond abszolút adott a rendszerbe. Sőt, ha már szórakozásról beszélünk, akkor a legújabb feature, amit ugye egy alkalmazásboltból az autóra le tudunk tölteni, karaoke, lehet énekelni. Nyilván álló helyzetben adja föl csak a szöveget, de nagyon jó aláfestő zene, tehát hogyha mondjuk állunk egy töltőnél, akkor dalra is fakadhatunk, és töltés közben egy kicsikét elfoglalhatjuk magunkat. De természetesen, hogyha ha nem ezt, akkor más alkalmazásokat a BYD Store-ból kvázi le tudunk tölteni. Most van egy mobil böngészünk, egy Amazon Musicunk, illetve egy Stingray Karaoke nevezetű alkalmazás. Nyilván az idő múltával itt azért ezek az alkalmazások majd bővülni fognak, de mindig jön valami újdonság egy frissítés következtében az autóra. Szóval érdemes ilyen szemszögből is tekinteni, hogy azért mennyivel előrébb mutató a koránál ez az autó. De mielőtt nagy díjra elindulnánk kipróbálni az autót, hogy milyen menet közben vezetni, azért nézzük meg a hátsó ülést, hiszen sokak számára érdekes lehet, hogyha mondjuk egy gyerekülést, vagy tényleg csak utasokat szállítanának, akkor egy ilyen viszonylag rövid autó, hiszen mondom 4455 mm hosszú az autó csak, viszont a tengelytávja ehhez képest 2,7 méter. Tehát egy ilyen viszonylag rövid autóba, amiben még van 440 literes csomagtartónk is, hogy lehet elférni hátul. Úgyhogy be is ülök a hátsó ülésre. Tehát, hát már most látható, hogy beszálltam, hogy ugyan egy picit magasabban van ugye a padlólemez magassága miatt itt hátul a lábam, de hát majd egy ökölnyi távolság van a térdem és az ülés háttámlája mögött, és egyébként teljesen jól elfér itt a lábam az ülés alatt, úgyhogy magamhoz van ez a kagyló formájú, nagyon jó dizájnú ülés állítva. Itt is érintő gombos világítás az, ami helyet kapott. Itt látszik a csodás RGB-s világítású magas sugárzó a hátsó ajtóba. Itt is. Lehet zenélni. Ugyanazok az elemek, mint elől, ugyanazok az anyagok, mint elől. Itt vannak különböző kis telefontartó zsebek, egy nagyobb térképtartó zseb,
anyaghasználatát tekintve ugyanaz az ülés, mint elől, tehát itt se butítottak el semmit, és ha megnézzük, akkor a fejtér tekintetében, hát egy ökölnyi hely van még a fejem és a tetőkárpit között. Egyébként két Isofix rögzítési pont van a két ülés oldalon, van egy csodálatos könyöklőnk italtartóval, tehát azok az alapvető funkciók, amik ugye elvárhatók egy ilyen autótól, ezek maximálisan megvannak, és ez a dupla napfénytető meg tök jó térérzetet ad, még pluszban, tehát hogyha el van húzva, akkor meg még a bezártság érzésünk sincs meg, ami egyébként eleve nincs meg ebbe az autóba, hiszen átlagos szélességű, átlagos méretű kocsiról beszélünk, és mégis ki tudtak hozni egy nagyon kényelmes és egy nagyon kellemesen használható autót a kínaiak ebből a BYD Atto 3-ból. Ezzel a csodás kilincsel, ez valami fenomenális, ez nagyon-nagyon tetszik. Szóval érdekes megoldások, itt is van hátulra légbeömlőnk, ami nekem nagyon-nagyon fontos tényező, hogyha veszek egy autót, szerintem másnak is, hogy a hátul ülőknek a menet komfortja azért az valamilyen szinten elégséges legyen. Ugyan állítani nem tudunk itt a klímának a különböző értékén, viszont bezárni, kinyitni be tudjuk, és tudjuk állítani a fújásnak a dőlészögét. Van még itt egy USB-A, illetve egy USB-C töltőcsatlakozónk, amivel ugye a hátulülők akár ide berakva tudják a telefonjukat, vagy éppen a nagyobb fakba a tabletjukat tölteni, és akkor ugye hosszú úton nem fog lemerülni a külön eszközünk. Van még itt egy ilyen kis tárolózsebünk, és ugye miután nincs kardán alagút, mindenkinek megfelelő méretű lábtere van magasságban, tehát itt senkinek nem kell kvázi megalkudnia a hellyel. Na, de már annyi mindent mondtam a belsejéről, meg a funkcionalitásáról ennek az autónak, de még nem mentünk vele sehova, úgyhogy irány előre, induljunk el a BYD Atto 3-mal egy kis vezetésre. Azt mondja, hogy irány előre. Ezt a csodás váltókart megnyomjuk az unlock gombot, D-be tesszük, és meglódul az autó. Megjött ez a csodás cicergő hang, ugye az autónak a hanggenerátorából. Ezzel csak egyetlen egy bajom van, tök jó, hogy van és kell, de nekem miért kell ezt itt bent hallanom, mint sofőr? Tehát hallja az, aki kint van az autón kívül. Úgyhogy ez egy picikét így zavaró, de nyilván megszokható, és hát látható, hogy az irányjelzőt, ez is beállítható egyébként, ez a funkció, hogyha kirakom az irányjelzőt, akkor be fogja rakni a kamerának a képét, hogy lássam, hogy a patkánál, illetve hát, hogy amikor kanyarodok, amit esetleg nem látok az autóból, akkor ezeket nekem kvázi láthatóvá teszi addig, ugye, amíg az irányjelző működik. De ilyen sebességnél gyakorlatilag ez a zümmögés, ez folyamatosan ott van. De szerencsére 30 km/h feletti sebesség esetén ez a zümmögés ez elmúlik. Viszont, hogyha ugye beérünk egy 30-as zónába, akkor megint visszajön. Egyébként a fedélzeti rendszerén, itt ezen a kis kijelzőn láthatjuk azt is, hogy ha váltjuk ugye a vezetési módot, mondjuk eco, vagy normál, vagy sport között, akkor ugye a megtehető kilométerünk hogy változik az autón, ami nagyon hasznos tud lenni, amikor ugye megyünk valahová, és ugye kalkulálnunk kell, hogy meddig mehetünk el, mikor kell töltenünk az autóra. Szóval ez ilyen szempontból jó, ugye az aktuális fogyasztási adatunkat is látjuk, most éppen 7-8 kW-os teljesítmény vagy energiát emészt fel, és most ugye a nagyobb visszatöltési fokozatra van az autó beállítva, tehát elengedem a gázt, akkor meg még fékezek is, akkor bizony akár mínusz 30-40-50 kW-os teljesítményre is fel tud menni a visszatöltési energia.
Míg ha átváltok standard módra, szinte semmi fékerő nincs. High módra átváltunk, itt azért egy kicsikét megtorpan az autó, és látható is egyébként, hogy mennyivel nő a visszatöltési energia a rendszerbe. Az autóból viszonylag jó ki lehet látni, holterei nem igazán vannak még itt a B-oszlopnál se, tehát hogyha kitekintünk, akkor teljesen jól látható a mellettünk, mögöttünk lévő útszakasz. Talán egy kicsikét holtér tekintetében, hogyha nagyon hátra van húzva az utasoldali ülés, akkor ennek a fejtámlája az belelóg a hátsó ablakba, tehát hogyha tudom én jobbra-hátra ki akarunk nézni, akkor elő-elő fordulhat, hogy valami akadályozni fog a kilátásba, viszont szó esett a hátuljánál a hátsó szélvédőről, hogy az kicsikét szűkösebb, mint más autók esetében, és hát ez belülről is feltűnő, viszont ugye ennek az autónak hátul, tehát a hátsó üléseken, a két szélső ülésnél viszonylag nagy méretű, hosszú, elnyújtott fejtámlája van, és ebből kifolyólag, hogyha ezek fel vannak húzva, akkor beszűkül gyakorlatilag a látóterünk középre. Dinamika tekintetében mondom, így sportmódban marha jól gyorsul az autó, illetve hát nyilván, ha normál módban használjuk, akkor meg takarékos is lehet. Mint mondtam, a motortérnél ennek az autónak a VLTP szerinti hatótávja, az átlagos vegyes üzemben való hatótávolság, az 440 km, ami egyébként szerintem abszolút reális is, és ha azt nézem, hogy ezekkel a fedélzeti rendszer által közölt ilyen 50 kilométerenkénti fogyasztási adatokkal számolva, hát ilyen 12-14 kWh per 100 km-es fogyasztással ilyen város agglomerációban simán el lehet az autóval járni kényelmesen. És mondom, városban is nagyon-nagyon kezes bárány, tehát nagyon-nagyon jól reagál az autó a kormánymozdulatokra, nagyon kényelmesen lehet vele közlekedni, nem túl széles a szűk utcákhoz sem, könnyen lehet vele parkolni, ugye segítségünkre vannak ugye a kamerarendszerek, amiket ugye innen is akár a kormányról, mint mondtam, be tudunk kapcsolni, és akkor attól függő, hogy mit akarunk nézni menet közben, például az előttünk levőnek a rendszámát, ami büntetőfékezet, fel akarjuk írni, akkor megtehetjük. Tehát be tudjuk kapcsolni, és nyilván ezek nagyon-nagyon-nagyon nagy segítséget tudnak nyújtani, még akkor is, hogyha mondom, viszonylag jól látható minden része az autónak a tükrökből, meg hát ugye nyilván a szélvédőkön keresztül. A számomra legérdekesebb dolog eddig ebben az autóban már a biztonságtechnikai dolgok terén, hogyha elvisszük a gyereket iskolába vagy óvodába, és mondjuk szeretne az út felőli oldalról mondjuk kiszállni az autóból, és megállásút... Vigyázzon az autó kinyitásakor a mögötte haladó autókra. Tehát az autó oldaláról, illetve hát arról az oldalról, onnan veszélyt érzékel, onnan nekünk figyelmeztetést. Kérjük, vigyázzon az ajtó kinyitásakor a mögöttem. Hogy nézzünk körbe, mert hogy ugye előfordulhat, hogy jön kocsi mögöttünk, és ugyan a tükörben látjuk a villogást mi, mint sofőr, de hát nyilván a hátulülő nem feltétlenül, mert csak rohan mindenki manapság. Úgyhogy ez egy... Kérjük, vigyázzon az ajtó kinyitásakor a mögötte haladó autókra. Nagyon jó pofa dolog szerintem, hogy nem csak egy pittyegés, puttyogással jelzi felénk, hanem tényleg akusztikusan, magyarul mondja a figyelmeztető üzenetet. Kérjük, vigyázzon az ajtó kinyitásakor a mögötte haladó autókra. Egyébként ez nekünk is érdekes lehet, hogyha mondjuk a vezetőülésből szeretnénk kiszállni, és ugye nem nézünk bele a visszapillantó tükörbe, akkor az egy fontos dolog lehet az autó használata során. Összességében nagyon jó vezetni az autót. Hosszú távon, legalábbis hosszú utakon mondom, nagyon-nagyon kényelmes ülésekkel rendelkezik, tehát komfortosan tudunk közlekedni vele. És hát ez a fedélzeti rendszer, mondom, ez ilyen szempontból teljesen jó. Nyilván meg kell szokni, attól függően, hogy mit használunk róla, de
de abszolút áttekinthető. A menet közben is tudunk vagizni vele, hogyha éppen az utasunkat akarjuk elkápráztatni ezekkel a funkciókkal, bár így már azért némileg belelóg a látótérbe ez a állított monitor rész, úgyhogy én inkább fektetett üzemmódba használom, de abszolút jó funkciókkal rendelkezik az autó. Van némi parasztvakítás már benne, meg olyan, lehet, hogy sokak számára a felesleges funkció is, ami nem biztos, hogy kell a mindennapokba, de mondom, összességében egy tök jó használható, nagyon kezes bárány, és egy nagyon-nagyon jó, gazdaságos, takarékos, elektromos autó, ami én azt gondolom, hogy a manapság nem egy utolsó szempont, hogyha új autóban gondolkodunk. Ez volt a BYD Atto 3, hogyha tetszett ez az autó, akkor kérlek benneteket nyomjatok egy lájkot itt a videó alatt, hogyha szeretnétek hasonló autóteszteket, autóbemutatókat, termékteszteket, termékbemutatókat, vlogokat látni, akkor annak a legegyszerűbb módja még mindig, ahogy szoktam volt mondani, iratkozzatok itt lent fel YouTube csatornánkra, én mindenkinek megköszönöm, aki ezt megteszi. Kövessetek be Instagramon is, lájkoljátok szintén Facebook oldalunkat, én nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok ma, további szép napot kívánok, sziasztok!